Akkor a láptalajok. A láptalajok manapság már különlegességnek számítanak Magyarországon, de azért azt lehet tudni, vagy tudni is illik, hogy a lecsapolási és folyószabályozási munkálatok előtt az országnak igen jelentős részét borították. Valódi lápok vagy vizenyős területek. Ugye ez a nevezékben is benne van a sok sárrét, kis sárrét, nagy sárrét, Fejér megyei sárrét, ezek mind-mind olyan területek voltak, a Hanság, az Ecsedi láp, és még lehetne tovább sorolni azokat a híres nagy lápvidékeket, vagy a Tapolcai medence, vagy a Zalai völgytalpi tőzek felhalmozódások. A lecsapolási munkálatok után viszont ezeknek a jelentős része megszűnt létezni, eltűnt, elégett, elfújta a szél, átalakult. Úgyhogy gyakorlatilag azok a területek, amelyektől olyan sokat várt a mezőgazdaság, azok 30-40-50 évig tényleg jól is dolgoztak, és utána gyakorlatilag majdnem, hogy terméketlen területek lettek. Miért is? Ugye amiket itt látunk, ezek között három, az első, második, meg a negyedik Lengyelországból származik. Ő az egyedüli magyarországi, aki a Csobánclábától a Tapolcai medence északi végéből szedtük. Mi jellemző a lápokra? A lápokra az jellemző alapvetően, meg a láptalajokra, hogy az év teljes időszakában vízhatás alatt áll. Magyarul nem olyan, mint a rétiek, ahol a magas talajvíznél feljön, a víz teríti a talajszelvényt, majd nyáron a száraz időszakban lemegy a talajvíz, és akkor aerób körülmények jönnek létre. Itt nem, itt folyamatos víz alatt áll az egész rendszer, és mivel víz alatt áll, ezért a belehulló szerves anyag az nem tud lebomlani, úgyhogy beindul az úgynevezett tőzegesedés, láposodásnak a folyamata, ami nagy mennyiségű szerves anyagot tud felhalmozni, és mivel nincs oxigén, ezért a szerves anyag nem oxidálódik el. Ez a fő különbség ugye a többi talajtól, hogy itt iszonyú mennyiségű szerves anyag van. Ennek hatására a térfogat tömege is nagyon leesik. Lehet látni, hogy amikor arról beszéltünk, hogy az agyag zsugorodik, na hát az agyaghoz képest a szerves anyag ötször úgy zsugorítik, tehát ezek nem így lettek kiszedve, hanem amikor kiszedtük ugye ezekbe a tárcákba a monolitokat, akkor teljes egészében az aljától a tetejéig kitöltötte, ennyit összezsugorodott, meg ennyit összezsugorodott, meg ennyit összezsugorodott, meg ennyit, gyakorlatilag így szétszakadt, elment. Tehát ebből látszik általában olyan 0,9 g per köbcentis térfogat tömeg alatt van, miközben egy rendes ásványi talaj másfél 1,6-1,7 g per köbcenti, tehát majdnem a kétszerese tud lenni. Amikor vízhatás alatt van, akkor természetesen nem bomlik, ezért felhalmozódik benne a szerves anyag. A szerves anyag szinte eredeti formáját megtartja, felismerhetők benne a hajdani szár, levél, szövet, maradványok teljes egészében. Nagyon tápanyag szegény talajok. Miért? Azért, mert bár elméletileg nagyon sok tápanyag van benne, mert a növényi anyag pont azt tartalmazza, ami a növénynek kell természetesen, de amíg ez nem bomlik le, addig ez csapdában van. Amikor viszont ezeket a talajokat lecsapoljuk, akkor rögtön hihetetlen sebességgel elkezd oxidálódni, és amikor ez az oxidálódás megy, akkor beindul a mineralizáció, vagyis a szerves anyag felszabadítása, úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó tápanyag tartalmú talajok lesznek, a zöldség termesztés paradicsomai, és hogyha ezek jó helyen helyezkedtek el, mint például az Ócsai láp Budapest mellett, akkor ezek nagyon jó zöldségtermesztő vidékek lettek, mint mondtam, 30-40-50 évig, utána gyakorlatilag az elégett szerves anyagból nem maradt semmi, maradt a szürkés színű kotu, ami gyakorlatilag már egy terméketlen közeget eredményez. Tehát ettől különlegesek a maguk nemében. Nálunk ugye két fő típusba soroljuk, ugye vannak a síkláp és a tőzegmohaláp talajok. Ez az első egy gyönyörű tőzegmohaláp. Magyarországon ugye tőzegmohalápok már csak reliktum formában vannak jelen, például ugye a keleméri mósok, vagy az egerbaktai, a nyugat-magyarországi határvidéken, Zalában, Vasban van egy-kettő.
de nagyon-nagyon ritkák, míg ugye a Kárpátok magasabb vonulatain gyakran találkozunk vele. A többi ugye az úgynevezett síklák talajok, ugye ez a másik három, ezek a típusos alföldi síkvidéki lápok, amelyeknél ugye nem a tőzegmoha, hanem az egyéb más lápi növények, sások, nádas, gyékénynek az anyagai halmozódnak fel, és ezek lesznek majd ugye a tőzeg képződés alapjai. Amikor ezt elkezdjük lecsapolni, és még fiatal, vagy valamilyen más szempontból ugye leesik a környezetében a vízszint, akkor teteje elkezd kotusodni, ezek lesznek a kotus láttalajok, de azért itt még bőven van belőle maradvány. Vagy pedig ami nálunk például ez a gyönyörű szelvény, ez az ecsedi láb, nagy ecsed mellől van egy gyönyörű nagy legelő, ahol a tetején még mindig megtalálhatók azok a az a kevés, bár már erősen lebomlott szerves anyag, de még mindig több, mint amit egy réti talaj tartalmazna, ez egy lápos réti talaj. Vannak apró kis láb szemcse maradványaink, például a bodrok közben cigánt mellől szedtünk kis darabokat, annak egy darabja a tetején található 15 centis tőzeg, az itt található, de hát ezekből is nagyon kevés van már, és mióta itt fekszik szegény, azóta már sok le is esett belőle, viszont látszik alatta ez a szép szürkés, vöröses, kiválásos, glejes anyag is. Tehát ennyik maradtak azokból a nagyobb lápokból. Nyilván ezeket sok esetben még bányáztuk is, vagy bányásszák részben kerti földnek, ahol még van tőzeg, vagy éppen régebben még el is tüzelték a tőzeget, de hát szerencsére manapság, mivel nem igazán környezetbarát, nagyon magas a kéntartalma, ezért már a tőzeget nem nagyon égetik. Röviden és tömören ennyit a láptalajokról.